Jelmezversennyel, minidiszkóval, nyomozós játékkal és arcfestéssel várták a családokat Halloween előestéjén az öreghegyi közösségi házba. A boszorkányságban gazdag eseményre célszerű volt jelmezben érkezni, ugyanis a legötletesebb maskarákat ajándékokkal díjazták. Igazából azért csináltuk, azért szerveztük elsősorban, hogy egy kis kikapcsolódást nyújtsunk a családoknak, illetve olyan játékokat kipróbálsanak, ami elszakad a hagyományoktól, és különlegesek lehetnek, illetve hogy mindenki beöltözhessen, és megmutathassák kreatív énjüket is. A rendezvény során a rémisztő jelmezekbe bújt vendégek számos szellemes és ügyességi programon próbálhatták ki magukat. A látogatókat nagyon sok kézműves foglalkozás, arcfestés, illetve egy ötállomásos kis játéksorozat is várja, amely keretein belül a boszorkányok elszabadultak Fehérváron, és mindenféle eszközzel kell a nyomukra akadni, illetve hát ahhoz, hogy nyomukra lehessen akadni, nekünk is boszorkányokká kell válnunk, tehát szükség lesz a szaglásunkra, a varázserőre, ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni a környezetükbe, illetve hát elkerülhetetlen a boszorkányseprű is, mint fő közlekedési eszköz. A családi Halloweenről természetesen nem hiányozhatott a jelmezes buli sem, így a boszorkányvadászatban fellelkesült fiatalokat minidiszkó várta a közösségi ház nagytermében, amelyel megkoronázhatták a rémjó partit.